béke és munkaharcos ünnepe ez a mai nap, melyen tudtára adjuk a velünk egy székben ünneplő baráti országoknak és a népek felszabadulásától rettegő imperialistáknak, hogy a magyar dolgozó milliók hadseregünkkel összeforva és megnövekedett erővel állnak a béketábor ránk eső szakaszán. A tér két oldaláról egyszerre indulnak el Bálfi György, Illi Gusztáv altábor nagybajtársa. Illi altábor nagybajtárs jelentést ad a honvédség felügyelőjére. Bálfi altábornagy Farkas Mihály vezérezredes honvédelmi miniszternek jelenti, hogy a csapatok a díszszemléhez megalakultak. Néphadseregünk vezetője és keménykezű szervezője Farkas Mihály beszél. A magyar munkásosztály, dolgozó népünk az idei május 1-ét népi demokráciánk újabb fényes győzelmének jegyébe ünnepli meg. Igen! És mi ezt büszkén jelentjük ki, erősödik, izmosodik, terebélyesedik a magyar demokrácia, politikailag, gazdaságilag, és hadd tegyem hozzá, katonailag is. Igen, mondja beszédében Farkas Mihály. Rákosi Mátyás elvtárs kijelentését, hogy Magyarország nem rés, hanem erős bástya a békefrontján. Népi demokráciánk növekvő és komoly anyagi erői támasztják alá. A világ békefrontjának magyar bástyáit erősíteni, falait áttörhetetlenné kiépíteni, ez a mai idők döntő feladata. Május 1. Az 5. szabad május 1-e. A dolgozók győzelmes harcának diadal ünnepe Magyarországon, a békéért, szabadságért vívott harc fényes emléknapja mindenütt a világon. Kora hajnalban már repülőgépek zúgnak virágba borult fővárosunk, zeneszó hangjaira ébred Budapest népe. Honfoglaló őseink emlékművénél, a dolgozók új honfoglalásának vezetői előtt megkezdődik hadseregünk díszfelvonulása. Új hadsereg ez, a néphadserege. Kossuth piros sapkás honvédeinek, a Tanácsköztársaság vörös katonáinak utódai, dicsőséges szabadságharcaink hagyományainak őrzői, békénk, függetlenségünk védelmezői. Ezt a hadsereget, ezeket a katonákat látva bízvást hirdethetjük. Sziklaszilárdra dolgozók hatalma gazdaságilag, politikailag és ma már katonailag is. A gyalogság díszszázadai után a lovasság, a fogatott tűzérség, majd pedig honvédségünk gépesített alakulatai vonulnak fel. Vége láthatatlan sorokba jönnek a gépkocsik, tűzérségünk az ejtőernyős alakulatok.
Négy esztendő alatt az elpusztult ország romjain, íme nem csak új országot, a népországát építettük fel, hanem gondoskodtunk arról is, hogy országunk további építését semmilyen hatalom meg ne zavarhassa. Repülők zúgása, gyalogságunk dobbanó lépte, ágyuk, harckocsik csikorgása, mind-mind kemény válasz azoknak, akik a magyar nép szabadságára, függetlenségére, békés építőmunkájára törnek minduntalan. A mi hazánk már nem szabad martaléka az imperializmus palánk ragadozóinak. A mi országunk már nem rés, hanem erős bástya a béke egész világra kiterjedő frontján. A magasban egyre zúgnak a repülőgépek, lent megindul a magyar dolgozók diadalmas felvonulása is. Vörös Csepel, angyalföld az élen, munkásosztályunk legderekabb serege. Ünnepelték a napot megverett padon áradt szeretetük, lelkesedésük vezetőik, az ország vezetői felé. Ganz hajó. Galád szabotás pusztította el a gyár egyik üzemét. Ma új a réginél is hatalmasabb üzem hirdeti elszántságukat és a népi demokrácia építő lendületét. A lánggyári dolgozók előtt háromszor beszélt Rákosi Mátyás. A forintról, a három éves tervről, mindig beváltva ígéretét. Ezért ünnepli őt ma a lánggyáriakkal együtt minden dolgozó is. Kevesebb bér, kevesebb jog járt nekik a múltban. Fiaik 10 000 számra pusztultak el idegenben, megkérdezik népünk nagy kérdéseiben, s ők válaszolnak. Ott menetelnek a békéért folyó küzdelem élén. A hősök terén még szakadatlanul ömlik, árad végtelen folyamban a tömeg, olimpiai bajnokaink hittják meg a magyar sportolók hatalmas menetét. Mikor volt a sport ennyire a széles tömegek érdeklődésének középpontjában, mint ma? Régen mutatvány volt a sport, ma 10 és 100 000 művelik. Hey,
míg a hősök terére egyre újabb és újabb csoportok érkeznek, a Városligetben, a parkokban már pihennek, szórakoznak a dolgozók. Egészséges, felszabadult emberek boldogságát és örömét visszhangozzák a ligeti fák. Legjobb sportolóink ragyogó teljesítményeinek lehet tanúja a főváros népe. Parasztságunk képviselőinek felvonulása is azt példázza, a mai nap minden dolgozó az egész nemzet ünnepe. Fiúság! Boldog, szerencsés nemzedék, amely abban az országban növekszik emberré, ahol minden fiatal előtt biztos a jövendő, tudják, mivel tartoznak mindezért. Munkában országát! Később az éjszakába nyúlik százezres tömegek örömünnepe. Sohasem felejti nehéz, küzdelmes esztendő után, így örültünk az elért eredményeknek, így mutattuk meg elszántságunkat a további munkára, így fejeztük ki rendíthetetlen hitünket a magyar nép újabb és újabb győzelmeiben.